Már reggel nagy volt a nyüzsgés Rádpusztán, negyedik alkalommal mutatkozhattak be azok a somogyi települések, ahol évek óta sikeres a közmunkaprogram. Nyimről friss zöldségekkel érkeztek a dolgozók. Gyakorlatilag a közfoglalkoztatással szinte az indulástól, tehát 2013-tól foglalkozunk a településen. Én úgy ítélem meg, hogy nagyon jelentős volt annak idején a település életében, hogy egyáltalán bevállalta az akkori polgármester. És tehát a több mint 27 közfoglalkoztatottunk volt a 330 lelkes településen belül. Úgyhogy tényleg alternatívát nyújtott ahhoz, hogy tehát el tudjanak indulni azon az úton ezek az emberek, hogy a munkavilágába vissza tudjanak lépni. Gige település Csalamádéval és Szilvalekvárral mutatkozott be az eseményen. Mások zöldségekkel, illatgyertyákkal és más kézműves portékával érkeztek Rádpusztára. Kitörési lehetőségként kell tekinteni a közfoglalkoztatásra, ezt már Neszményi Zsolt főispán mondta. Hozzátette, Somogy speciális helyzetben van a Balaton miatt, ezért az ország más területeihez képest eltérőek az adatok. Somogy vármegyében most az augusztus végi adatok alapján 10.096 álláskereső volt. Ez a 10.000-es határ alá éppen majdnem bementünk nem olyan régen. Tehát most nem mondhatjuk azt, hogy az elmúlt 20 év legjobb adata, de ahhoz közel vagyunk. Egy minimális emelkedés számolhatunk be az elmúlt év azonos időszakához képest, egy 0,6%-os emelkedés következett be is. De hát tudják, Somogy vármegyének egy speciális adottsága a turisztika, a Balatonpart közelsége, és ilyenkor természetesen, amikor vége a balatoni szezonnak, akkor emelkedni szokott az álláskeresők száma jelentősebben, mint más megyékben, ott nincs ez a ciklikusság, úgyhogy ennek betudható, hogy egy pici emelkedés tapasztalható. A programon Réti Pál helyettes államtitkár arról beszélt, a kormány célja az volt, hogy a közfoglalkoztatási rendszert megreformálja. Ennek eredményeként folyamatosan csökken a közfoglalkoztatásban dolgozók létszáma. Egyéni szintű gazdasági hatásait, ha vizsgáljuk a közfoglalkoztatásnak, kulcs szerepet tölt be a részvevők jövedelem szintjének emelésében, életkörülmények javításában, és én azt hiszem, hogy a közfoglalkoztatás nagyon jelentős eredményeket tud felmutatni az inaktívaknak az aktivizálásában és a munkaszocializációs hátrányoknak a felszámolásában. Én még emlékszem arra, amikor 220 ezer fölött volt a havi átlagos létszámunk, 16-tól folyamatosan csökkenő tendenciának és létszámnak vagyunk szemtanúi. Most durván 68 ezer fő van a közfoglalkoztatásban. A kiállítás mellett Rádpusztán tartották a negyedik országos hal- és vadpörkölt főző versenyt is, amelyre szintén számos somogyi települést nevezett.